Szatmári Emília középiskolai tanárt, PhD jelöltet hallottuk. Célom van azzal, hogy nagyon rövid leszek. Egyetlen megjegyzés az 1964-es felemás lezárás után 30 évvel, 1994-ben a Magyarországi Református Egyház zsinata fejet hajtott. Öregszem. Szóval, felállva hajtott fejet Kont Sándor előtt. Én meg mostan Szatmári Emília munkássága előtt hajtok fejet, nagyon röviden. Két gratuláció, két köszönettel. Egy, nagyon nagy ívű munka született. Levéltári kutatások, irodalom, olvasás, nagyon-nagyon jól megválasztott idézetekkel állította össze a munkáját, és amiről itt nem volt szó, ez lesz majd a tudományos szenzáció. Ráment az internetre, és megnézte, hogy az angol-amerikai katonai iratok mit mondanak arról a korszakról. Tehát gratuláció és köszönet. A kettes számú gratuláció és köszönet, hogy a PhD munkát tudta és merte összekötni a gyermekvárással. 8 hónapos a gyereke, szalemünk. Felmentjük a további részvétel alól, szaladjon. Köszönjük szépen. Kedves hallgatók, itt és az interneten, a közelmúlt következik. Az a közelmúlt következik, aminek a személyes tanúi itt vannak körünkben, és mondom, hogy a összefoglalóból elveszünk 30 percet, a kezdeti csúszás 30 percével, ugye 30 perccel növeljük meg az ebéd előtti itteni együttlétünket. Bocsainé dr. Eperjesi Eszter, a Sáospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményei múzeumának igazgatója következik, hittel, humorral, hűséggel. Igen, tisztelt konferencia, kedves családtagok, gyülekezeti tagok, kedves vendégeink itt a közelben és távol, és akik még kitartottak, kedves tiszteletes tudós ifjúság. Megpróbálom nagyon röviden összefoglalni mondani valómat. 1978. szeptember 1-én kerültem 5. éves exmissus teológusként Sárospatakra a tudományos gyűjteményekbe. Akkor a gyűjtemények vezetője Újszászi Kálmán volt, nagykönyvtári Cegle Imre, a levéltári Kont Sándor, és itt dolgozott még Szent Imrei Mihály. Minden részlegen kellett 3 hónapot dolgozni. Ez nagyon jó dolog volt, és megismerhettük, akár a nagykönyvtár, annak a kézirattárát, adattárát, a levéltár részlegét is, és mindent. És volt még egy nagyon fontos dolog. Minden egyes pataki tanárcsaládnál, vagy azoknál a családoknál, akik a kollégiumhoz kötődtek, vizitelnünk kellett. Ez egy hagyomány volt Patakon. Először furcsa volt számomra, végül rájöttem ennek a hasznosságára. De most arról szeretnék beszélni, hogy mi is történt velem, amikor a levéltárba beléptem. Amikor a levéltárba kerültem, az első kérdése Kont Sándornak az volt, tudja-e, mi szükséges az élethez? El nem tudtam képzelni, hogy mire gondol. Mondtam mindent, ami eszembe jutott. Ő ezt felelte. Jegyezze meg a 3 H betű. Hit, hűség és humor, az pedig bőséggel.
Ez nekem ajándék volt egész életemre. És mikor bejelentettem látogatásomat hozzájuk, nagyon nagy szeretettel fogadtak. És azóta is akárhányszor átlépem a családi háznak a küszöbét, ott mindig szeretetet, megbecsülést és tisztességet kapok. Most engedtessék meg nekem az, hogy a Kondt Sándorra való megemlékezésünket az ige vezetése mellett tegyem meg. Máté evangélium a 4. részének 5.-6. versét olvasom. Ekkor vivé őt, mármint Jézust, az ördög a Szentvárosba, és oda helyezi a templom tetejére, és mondané ki: ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. A felolvasott ige a második kísértésből való, helye Jeruzsálem, a főpap városa. Krisztus Dávid városában vívja a döntő harcot. Jeruzsálem Krisztus szenvedésének, a nyitott sírnak, a keresztnek a helye. Itt kell győznie annak, aki rövidesen meg fog halni a világ bűneiért. Számunkra rendkívül tanulságos az a tény, hogy az ördög a kísértés helyéül a templomot választja. Itt érvényesül az ördög legnagyobb csele, amely abból áll, hogy keveri az igazságot a hazugsággal. Ezért kimondhatatlanul veszedelmes ellenség. Ebben a lehetetlen helyzetben külön tanácsot ad Jézusnak. Higgyen nagyon. Hídben ugorjon le a templom tetejéről. Az ördög ravasz ellenség nem csak arra akarja rávenni Jézust, hogy nagyon higgyen, hanem arra, hogy rosszul higgyen. A kísértő a 91. Zsoltárt idézi. Angyalaidnak parancsol felőled, hogy őrizzenek téged minden utaidban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Igaz, hogy Isten az övéit megőrzi, de ez nem jelenti azt, hogy tehetek azt, amit én akarok. A szenvedést küld ránk, meg is szabadít. De ha a szenvedés magunknak okozzuk, hordoznunk kell. Kondt Sándor életében ez a kísértés úgy jelentkezett, teljesítsd az állam elvárásait. Kondt Sándor tudta, hogy ha az ördög a templom tetejére visz, Isten meg fog őrizni, hogy le ne essem. De ha leugrom, a gondviselés ellen vétkezem. Ha valaki önfejűen rossz utat választ, és azt várja, hogy Isten erre utólag áldását adja, az nagyon téved. Az engedelmességbe az önző akarat nem keveredhetik bele, mert ebben az esetben a hitből nem győzelem lesz, hanem emberi önzés. Mi a helyes sorrend tehát? Isten parancsol, mindig ő parancsol, nekem engedelmeskedni kell. Aki hitben jár, az tud engedelmeskedni. Jézus vállalta Isten hatalmának olyan igénybevételét, amely nincs benne Isten tervében. A feltétlen engedelmesség Jézus számára valóban a legnagyobb parancs volt. Miért utasította vissza Jézus ezt a kísértést? Először azért, mert ő a hitet nem akarta szenzációkra alapítani. Ha a hit nem tud hinni szenzáció nélkül, akkor nem hit, hanem kételkedés. Isten hatalma nem olyan hatalom, amit ki lehet kísérletezni, hanem amiben bízni lehet életünk minden napján. Isten akarata az volt, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Az ördög kísértése az volt, hogy légy nagy, hogy csodáljanak. Jézus fordítva csinálta. A legkisebb élet, hogy mindenkinek szolgáljon. Pál apostol is benne volt ebben a kísértésben. Rengeteg szenvedés, sikertelenség, üldöztetés, börtönlet osztály része. De győzött,
és győzelmét ezzel az igével foglalta össze. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók idevalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. 2 Korintus 4.18. Harmadik kísértésben a sátán felajánlja, hogy Jézus ügyét nem fogja többé támadni. A tanítványok csapatát a világ nem fogja gyűlölni. Mi a lényege ennek a kísértésnek? Így mondhatnánk, kompromisszum. Jézus egyezzen ki az ördöggel, ne harcoljon a gonosz ellen, hunjon szemet az emberek gonoszsága felett. Fogadja el a világot olyannak, amilyen. Ahelyett, hogy Isten kérlelhetetlen parancsát állítja vele szemben. Egy dolgot ne felejtsünk el. Ahol Isten országát úgy akarják építeni, hogy elfogadják a gonoszt, ott nem épül Isten országa. Jézus ezt jól tudta, és ezért utasította vissza a kísértőt, mert a gonoszt nem győzhetik le. Senki nem győzheti le a gonoszt, ha kiegyezik vele. Az ördög nem arra akarta rávenni Jézust, hogy ne szolgálja Istent, hanem arra, hogy szolgálja őt is. Az ár látszólag nagyon kicsi, csak egy térdhajlítás. Borulj le előttem. De ebben az árban a keresztnek és a szenvedésnek nyoma sincs. Pedig hányan végezték el ezt egy kis térdhajtást? Berezki Albertek, Péter Jánosok, hallottuk itt az esperesek sorát, és sorolhatnánk. Pedig Jézus azt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak. A keresztény élet nem kompromisszum a gonosszal, hanem győzelem a gonosz fölött. Ezt a győzelmet szolgálta Kon Sándor egész életében, hittel és hűséggel. Most pedig összefoglalva egy üzenetet szeretnék elmondani a jelenlévőknek és a távolba hallgatóknak. Útravalóul a 3H betűt adom nektek. Ezek pedig hit, hűség és humor, de az bőséggel. Ha tudtok hinni Istenben, abban, hogy ő veletek van, a nehézségeitekben épp úgy, mint az örömeitekben, és ha tudtok hinni egymásban és egymásnak, jó úton jártok. Mert ahol hit van, ott van szeretet, ott van béke, ott van áldás. Ahol mindezek jelen vannak, ott van maga Isten. Hitet sugározni óriási dolog. Isten áldása az ember életében. Aztán a hit mellett ott a hűség. Ha hűségesek maradtok Isten igéjéhez, hűség jellemzi emberi kapcsolataitokat, házasságotokat, akkor szintén jó úton jártok. Hűség egész életen át, örömben és nehézségek idején is. S végül, ha tudtok jókedvűek maradni, és a feszültségeket egy kis humorral oldani, és békében élni egymással, akkor tudtok boldogabb élet felé igyekezni. Kon Sándor vallotta, etikai értékvesztésben szenvedő társadalmat csak lelki kincsekkel rendelkező családok emelhetnek ki a pusztító örvényből. Válság és váltság így függ össze. És az élethez szükséges 3H betű így valósul meg, hittel, hűséggel, humorral. És még szeretnék egy pásolt olvasni, mert számomra ez nagyon fontos, ez egy más dolog. Hogy Kon Sándor hogy került vissza a Sárospatakra. Ő neki itt volt egy olyan közönsége itt a háttérbe, akik ismerték az ő tehetségét, és nagyon szerették őt. És ez is szerepet játszott abba, hogy ő visszajöhetett ide Sárospatakra. Mit akarok felolvasni?
Újszászi Kálmánné, Palágyi Deák Ilona beszédét, amit 1983-ban a 70 éves jubileumi megemlékezésén mondta itt a tudományos gyűjteményekbe. Amikor ezt a meg nem érdemelt ünnepeltetést megköszönöm, melyre sem a munkám, sem a személyem nem méltó, csak az nyugtat meg, hogy tudom azt, hogy ezt az alkalmat a gyűjtemények nem egyedül nekem szánta. Itt most dr. Kont Sándorral együtt kellene állnom. Kont Sándorral, akivel kortársak vagyunk, mindketten 1913-ban születtünk, együtt végeztük a teológiát, és egyszerre lettünk segédlelkészek. Őt a tehetsége és a képességei messze elvitték Patakról, hogy újra visszatérjen ide. Előbb, mint a teológia professzora, majd mint a gyűjtemények munkatársa. Itt töltöttük be mindketten a 70. évet, amit ő már nem érhetett meg. Isten másképpen rendelkezett, testben már nem lehet közöttünk, de hiszem, hogy lélekben most is itt van velünk. Az én életem másképpen alakult. Sohasem hagytam el ezt a várost hosszabb időre. Itt születtem, minden iskolámat itt végeztem, az egész életem ebben a talajban, ebben a városban telt el. És mióta az eszemet tudom, mindig a főiskolához tartoztam. Először az apám lévén, azután az uramon keresztül. Az apám gimnáziumi rajztanár volt, mint ilyen a filológiai szertár és a régiségtár őre. Abban az időben ezek a gyűjtemények voltak a főiskola muzeális értékű tárgyainak az őrizői. Emellett korának egyik jó nevű etnográfusa és gyűjtője volt. Tőle tanultam meg a múzeumi tárgyak ismeretét és minden képzőművészeti alkotást értékelni tudását. Tőle tanultam a főiskolánk szeretetét, ami kioldhatatlanul belevésődött az egész életembe. A főiskolát most a gyűjtemények jelentik nekem, és a gyűjteményeken belül a múzeum. Szeretném, ha ez a városhoz, főiskolához, gyűjteményekhez fűződő szeretetem a családom minden tagjában úgy öröklődne tovább, mint ahogyan azt az én szüleimtől kaptam. És szeretném, ha az utánam következő munkatársak is legalább annyira szeretnék, és legalább olyan hűséges dolgozói lennének majd, mint amilyen a mi generációnk volt. Én kívánom, először is köszönöm a Konc, a Harsányi és a rokonságnak, hogy ilyen hűségesek ehhez az iskolához, a református kollégiumhoz, és imádkozom azért, hogy a következő családnak, a következő nemzedéke is ugyanezt tegye. Köszönöm szépen! Pocsainé, dr. Eperjesi Esztert hallottuk. Kedves nagy tiszteletű asszony, Eszter, ez bizony remek mű volt. Szép, ötletes, meglepetés, ige hirdetés. Köszönjük szépen. Közeledünk napjainkhoz. Egy meglepő előadás cím a ige hirdetési teológiai közegyházi előadások után, a természettudományok oktatása és művelése a Pataki Kollégiumban. Dr. Bolvári Takács Gábor, főiskolai tanár, az itt már sokszor felmutatott Zempléni Múzsa alapító főszerkesztője következik, és amíg idejön, addig elmondom azt, hogy édesapja Takács Béla, Kont Sándor tanítványa volt, Bolvári Takács Gábor, barátom, munkatársam és küzdőtársam. Köszönöm szépen. Tisztelt konferencia, kedves hallgatók! Édesapám Takács Béla, Hammár Konc Gábor így kezdte életútja, három ponton kapcsolódott Kont Sándor életútjához. Először is tanítványa volt 1949-51-ig, mint teológus itt Sárospatakon, és ahogy édesapám írt az egyik cikkében, az egyetlen professzorom, akivel utóbb tegeződtem.
Tehát, ha hit, hűség és humor kerül szóba, akkor az arisztokratizmustól való mentesség is mellé tehető nyugodtan, hiszen ez nyilván ezt is jelentette. A második periódus 1965 és 73 között, édesapám 58-tól volt a múzeum munkatársa, 73-ig, amíg Debrecenbe átkerült, tehát párhuzamosan dolgoztak, mondjuk így kollégaként, még ha közöttük nyilván a tanítványi tisztelet fönn is maradt. És végül 1980, amikor édesapám a sárospataki nyomda történetéről szóló teológiai doktori értekezését írta, és hát a levéltári kutatásokat itt végezte Patakon, csak utalok Hörcsik Rihárd professzor úr előadására, aki ugye arról szólt, hogy hányan köszönhetik a témájuk kiválasztását, vagy éppen a kutatás elősegítését dr. Kont Sándornak. Amiről én most szólni kívánok, Kont Sándor posztumusz publikációi, és hadd kezdjem talán azzal, hogy a posztumusz lét paradigmájáról szólok két szót, egy tudós esetében hogyan kell értelmeznünk egyáltalán ezt a kérdéskört. Két megközelítés lehetséges, nyilván még sok más is, de én kettőt ragadnék ki. Az első megközelítés szerint a szerző a halál pillanatában múltá válik, életművének íve megbicsaklik, hogy aztán hosszú távon két irányban induljon el, vagy felértékelődik, vagy pedig elfelejtődik. Ez a folyamat öntörvényű, végkimenetelében nem irányítható, de befolyásolható, talán kicsit úgy, mint azok a betegségek, amelyek nem gyógyíthatók, de tünetmentessé tehetők. A második megközelítés szerint azonban mindenki addig él, amíg emlékeznek rá, következésképpen, ha nem hagyják elfeledni, akkor örökké élni fog. Nem biztos, hogy egyet kell érteni ezekkel a megállapításokkal, én magam sem vállalkoznék arra, hogy igazságot tegyek közöttük, főleg, hogy mások is lehetnek. Azban viszont biztos vagyok, hogy bármilyen megközelítést fogadunk is el egy kutató szempontjából a posztumusz munkásság értékeléséről, ennek az előadásnak helye van itt ezen a konferencián. Miért aktuális és miért lehetséges Kont Sándor írásainak közzététele? Négy pontban próbálok a kérdésre válaszolni. Először is azért, mert van mit. Szerencsére van mit, bár a szerencsére kifejezés talán nem egészen egyértelmű, hiszen hallottuk sokan, sok előadásból ma már, hogy a publikációs tilalom időszaka, amely Kont Sándor életére jellemző volt, ez meggátolta azt, hogy írásai az adott korban kapjanak helyet. Írni azonban kellett, írni is írt folyamatosan. Eszembe jut Bojtor István nagy tiszteletű úr ítélet című könyvéből az a rész, amikor azt indokolja, hogy miért merül föl egy értelmiségénél a doktorálás gondolata, és ugye úgy fogalmaz, hogy bizonyos időszakban szükségképpen fölmerül egy magára valamit adó értelmiséginek, hogy doktori fokozatot szerezzen, mint ahogy Kont Sándornál is szükségképpen fölmerül az, hogy írjon, ha gondolatai vannak, ezt láthattuk naplójegyzetként, vagy éppen publikációként, publikálásra szánt kéziratként. Tehát vannak különböző okok miatt nem közölt írások, és vannak olyanok, amelyeket ugyan közöltek, de ma már lényegében hozzáférhetetlenek, vagy a korabeli 65 utáni periódusban olyan kis példányszámú periódikákban láttak napvilágot, amelyeknek az újraközlése indokolt, és persze a mondani való is aktuális. A második válasz, hogy miért aktuális és lehetséges a közzététel, azért, mert van, aki ezt csinálja. És elsősorban Koncz Gáborra szeretnék utalni, aki a hagyatékot gondozza, mégpedig hozzáértő elfogultsággal gondozza, és nem ömlesztve, hanem adagolva teszi ezt közzé. Közgazdászként nyilván pontosan tudja, hogy a piaci kereslet és kínálat egyensúlyelve az a hirtelen mennyiségi növekedésnél értékcsökkenést eredményez. Következésképpen úgy jelennek meg Kont Sándor publikációi az elmúlt másfél-két évtizedben, hogy azok mindig az adott műre irányítsák a figyelmet, az olvasónak legyen ideje megemészteni, feldolgozni, értékelni és befogadni ezeket az írásokat. A harmadik válaszom az, hogy van rá alkalom. Vannak rá alkalmak, ezek lehetnek évfordulók, mint például ez a mostani is, egy 100. születésévforduló, de a kapcsolódási pontok a szerzőn túl a témákban is megjelenhetnek, tehát olyan téma, amellyel Kont Sándor foglalkozott és újra aktuális, egy esemény, amellyel foglalkozott, vagy amelynek valamilyen emlékünnepsége van. A lényeg tehát, hogy alkalom van rá. És végül a negyedik ok, amiért közzé tudjuk ezeket tenni, hogy van hol. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos volt Hörcsik Rihárd azon megjegyzése itt az korábbi előadásban, hogy az 1980-as éveket és azt megelőzően egyáltalán nem volt természetes az, hogy publikációk pillanatokon belül, heteken, hónapokon belül megjelenhettek. Én emlékszem arra egyetemistaként a 80-as évek végén,
az egyik professzorom mondta Debrecenben egy nyilvános beszélgetésen, hogy akkor védte meg az akadémiai nagydoktori értekezését, és az akadémiai kiadó 8 éves időintervallumban vállalta a közzétételét. Rácz Istvánról van szó. Tehát 8 évet mondtak neki, hogy akkor fog majd megjelenni a publikáció, aztán jött a rendszerváltás, és hamar megjelent. Van tehát hol közzétenni ezeket, van hely közzétenni különféle periódikákban, folyóiratokban, például az Empléni Múzeumban, ugye, amelyben személyesen is érintett vagyok, és hadd kanyarodjak most ebbe az irányba. Ugye az Empléni Múzeum kapcsán három hívószó jut az eszembe, amelyet érdemes megemlíteni, az eredet, a szándék és az eredmény. Az eredet az valahova ide vezet vissza a gyökerekhez, akár a sárospataki füzetekhez, amely ma is működő, kiváló, jól szerkesztett színvonalas folyóirat. 1857-ben Erdély János által alapítva egy óriási eseménynek számított, különösen egy fővárostól távol eső vidéken. A másik példa pedig annak idején, amikor a folyóirat létrejött, az Empléni Fáklya című folyóirat volt, amelyről kevesen tudnak, ez 41-től jelent meg néhány éven át Szerencsen, művészeti és tudományos írásokat egyaránt közölt. A szándék az nyilvánvaló a régióhoz és főleg Sárospatakhoz kötődő szerzők témák bemutatása országos kitekintéssel. Az eredményről viszont nem illdomos szólnom, hiszen alapító főszerkesztőként jegyzem ezt a lapot 13 éve. Talán annyit hagy mondjak el, hogy ez a lapszám, amit itt Koncz Gábor az imént felmutatott, ez az 50. száma az Empléni Múzsának, amely azt is jelenti, hogy az elmúlt 13 évben 40 évente minden alkalommal sikerült megjelennünk, és ennek én igazán nagyon örülök. Koncz Sándor publikációja az Empléni Múzsában nem önmagukban értelmezendők. A szerkesztőség mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a pataki tanári kar legjelesebb személyiségének írásai, és most azokra gondolok, akik már nincsenek közöttünk, akik hál' Istennek közöttünk vannak, azok publikálnak rendszeresen, de akik nincsenek közöttük, azokat is megjelentessük. Csak példaként mondom, hogy Finkei Ferenc, Buza László, Újszászi Kálmán, Egei Antal, Palumbi Gyula, Maller Sándor, vagy éppen Harsány István írásai egyaránt megjelentek. Látható tehát, hogy a volt jogakadémia, a teológia, a gimnázium, a tanítóképző folyamatosan és állandóan jelen van. Ebben a sorban kaptak helyet Koncz Sándor publikáció is, és 5 írása volt az Empléni Múzsában az elmúlt 13 év alatt. Rögtön az első, mindjárt az első évfolyamban. Ez az a cím, amelyet az előadás címeként is kaptam. Tudnélik a természettudományok művelői és oktatása Pataki Kollégiumban a 15-16. Században. Két jellemző, két tanulsága van ennek az írásnak, természetesen nem a tartalmát kívánom elemezni. Két jellemző. Az első az, hogy Koncz Sándor érdeklődési köre lényegesen túlment azon a teológiai filozófiai érdeklődésen, amely az eredeteket meghatározta, vagyis forrásanyagként felhasználva az általa vezetett levéltárat, ez bármely kérdésben el tudott mélyülni. A másik jellemző pedig az, hogy a kézirat töredék. Töredék, mint oly sok más kéziratban maradt mű, ezt a publikációt Koncz Gábor rendezte sajtó alá, viszont az az időszak, amíg ezt lezárja és megírja, az gyakorlatilag teljes értékűnek tekinthető. A második publikáció a következő évben 2002-ben látott napvilágot, ez a Szabó Zoltán teológiájának kibontakozása címet viselte, és ennek szintén az volt az egyik jellemzője, töredék, tehát a 30-as évek elejéig követte csak Szabó Zoltán pályáját, viszont igen részletesen írt a korán sötétedik ügyről, és ennek a publikációnak a vízhangját talán azon tudnám lemérni, hogy néhány hónappal azt követően, hogy ez megjelent az Empléni Múzsában, sárospataki füzetekben több tanulmány, köztük Dienes Dénes professzorú írása látott napvilágot a 30-as, 40-es évek pataki teológiájáról, és többen és több helyütt hivatkoztak erre a publikációra, amelyben Koncz Sándor, Szabó Zoltán kifejezetten teológiai munkásságát vette górcső alá, és ez azért fontos, mert Szabó Zoltán neve a most élő fiatalabb generációknál elsősorban népfőiskola szervezőként és alapítóként jelenik meg, hiszen a 80-as évek végétől ebben a minőségében ugye tudtuk róla a legtöbbet, és ha megnézzük az emléktáblát itt a gimnázium kollégium udvarán, ott is ugye ez van kiemelve, már a népfőiskola emléktáblán. És tehát egy másik, és nem kevésbé fontos, ugye periódust takar.
2004-ben Felcsillan a tűz alatti parázs címmel Kont Sándor berlini levelét tettük közzé forrásközlésként, ez 37-ben írt a Berlinből, ahol ösztöndíjas volt, és egészen érdekes, ahogy a sorok között finoman elrejtve pontosan és lényeglátóan leírja azokat a tendenciákat, amelyek az akkor már jócskán fasizálódó társadalom belső légkörét jellemzik. Egy külső szemlélő mindig másképpen látja azokat az eseményeket, amelyeket a helyiek megszoknak, mert velük ez folyamatosan, ugye ők mindig jelen vannak, aki kívülről lép be, annak feltűnnek az egyes jelenségek. És ezt foglalta össze egy hazaírott levelében, amelyet szintén Koncz Gábor jóvoltából tudtunk közzétenni. 2009-ben egy korábban már megjelent írást olvashattunk a Múzsában, 1969-ben Nagybarna emlékezetéről közölt egy terjedelmes tanulmányt Kont Sándor, ha jól emlékszem, a teológiai szemlében. Ezt tettük közé ismételten, részben az évforduló kapcsán is, részben pedig azért, mert Nagybarna munkássága valóban a Pataki Kollégium történetének, 20. történetének meghatározó periódusa, kutatóként a későbbi munkássága is nyilván, amelyet ugye nem itt végzett már, hanem Budapesten. Kont Sándor ezt értő figyelemmel és nagy filológiai apparátussal földolgozta. És végül, de nem utolsó sorban éppen az 50. szám, talán nem véletlen, bár próbáltam keresni benne valami rendszert utólag, hogy valami Fibonacci-féle számsor kijön, hogy jelentek meg ugye a következő szám, mindig az előző kettőnek az összege, de nem volt benne ilyen. De azért mégiscsak megjelent az 50. számban Felvillantások alsó vadászról címmel, az a szöveg, amelyet a Pataki Diákok Budapesti Egyesülete egyik rendezvényén mondott el, amelyben aztán a hit és a hűség és a humor tényleg tetten érhető, brilliáns poénokkal, szenzációs, szociográfiai jellegű téma megközelítéssel és helyzetleírásokkal, és nagyon komoly, mély lelkészi elhivatottsággal megfogalmazó gondolatok, ajánlom mindenkinek a figyelmében. Még egy publikációt meg kell említenem, amely azonban nem Kont Sándor írása, hanem vele kapcsolatos iratok közzététele. Horváth Krisztina doktorjelölt 2006-ban Kont Sándor egyházi perének a dokumentumait tette közzé, legalábbis abból annyit, amely mondjuk 15 oldalban belefért, és terjedelmileg közölhető volt. Amit Szatmári Emiliától hallottunk itt az előbb, azok a dokumentumok lényegében megjelentek az Zempléni Múzsában teljes terjedelmükben, csak szeretném mondani, hogy az a bizonyos ügyészi jelen, amelyben visszaadja a vádiratot, vagy egészen elképesztő, hogy ugye jön rá a sokat emlegetett Benkő György esperes válasza, hogy ugye az ügyésznek nem az a feladata, hogy visszaadja a megbízást, hanem az, hogy megcsinálja a vádiratot, ugye, tehát ezzel ő ne problémázzon. És ugye ott van Kont Sándornak a terjedelmes beadványa, amely a békességszerzéssel kezdődik, ez az első, és aztán sorra veszi az egész ügynek a különféle momentumai, csak egyre utalok ebben, az a tökéletesen jogi képtelenség, hogy annyira igyekezett az egyház megye, hogy kettő darab egyház megyei bíróságot jelölt illetékesnek, az Abolyt és a Borsodi párhuzamosan, ugye? Tehát egy kettős illetékesség a jogban a tökéletesen kizárt. Az egyiknél még folyamatban volt a per, a másiknál újraindult. Tehát valami egészen elképesztő jogi analfabetizmussal csinálták ezt meg, amely nem meglepő, hiszen itt ugye alapvetően koncepcióról volt szó, és ugye ezt már az előző előadásokból is tudjuk, hogy milyen végkimenettel lezárult jogi értelemben. Természetesen érzelmileg és egészségileg ennek sokkal súlyosabb kihatásai lettek. De hát nem csak a Zempléni Múzsáról van szó, itt a rövid referátumon végén néhány további posztumusz publikációt szeretnék megemlíteni, és nem elsősorban olyan csoportosításban, hogy ezek hol jelentek meg, sokkal inkább olyan szempontból, hogy kik azok, akik fölvállalták ennek a közzétételét, hiszen minden periódika mögött áll valamilyen kiadó, valamilyen szervezet. 1990-ben a Magyar Comenius Társaság vállalta föl Kont Sándornak az örökségét, amikor a Comenius Teológiája című tanulmányát a Bibliotéka Comeniana harmadik kötetében közzétette. Aztán nem maradt ki a sorból az Alsóvadászi Református Egyházközség sem, amely 94-ben megjelentette Kont Sándor 1956-os memorandumát, DNS Dénes professzor úr sajtó alá rendezésében, szerkesztésében, aki egyébként éppen alsóvadászon éppen abban az évben született, tehát az összefüggések talán nem véletlenek. A Református Teológiai Akadémia szintén szerepet vállalt ebben, kiemelem 95-ből az Isten Országa Kincs című igehirdetés kötetet szintén DNS Dénes professzor úr gondozásában.
Csatlakozott ehhez a sorhoz a Kazinczy Társaság. 2004-től kezdve a Szép Halom című évkönyv egyes köteteiben jelennek meg Koncz Sándor publikációi, Koncz Gábor közreműködésével természetesen. Az első a Harctéri Lelkigondozás című írás volt, amely rendkívül komoly tapasztalatokat, mégpedig ugye a gyakorlati életből, tehát kifejezetten a II. Világháború periódusából vett ugye példákat feldolgozva határozta meg ennek a lelkigondozási ágnak a legfontosabb feladatait. Alig ha lehet olyan tábori lelkész, aki ennek a elolvasásának hiányában szenvedhet, hiszen enélkül ezt nehezen lehet értelmezni. A Napút című folyóirat 2005-ben csatlakozott a sorozathoz, akkor jelent meg az Élettörténet egyházi humorban című mű, aztán azóta a Napút különféle számaiban más publikációk is megjelentek, ugye megint a humor köszön vissza, amelyről annyit hallottunk már. 2009 óta jelent meg a Napkút kiadó gondozásában a Sokunk karácsonya című kötet, évente egy antológia, ebben Koncz Sándor írásai, igehirdetései folyamatosan benne vannak. Szép irodalmi irányban kalandozunk e tekintetben, és ez azt bizonyítja, hogy műfaji szempontból Koncz Sándor professzor úr igen széles körben tudott értékes alkotásokat létrehozni. És végül, de nem utolsó sorban egy 2012-es dokumentum közlést említek meg, mégpedig a Magyar Református Lelkész Egyesület jó volt. A Lelkész Egyesület című periódika 2012 évi első száma, amely az a bizonyos Szatmári Emili által is említett 1957-es alsóvadászi beszélgetés, amikor is ugye arra próbálták rávenni, hogy a püspök jelöléstől lépjen vissza, mert különben az államsegély megvonása az ugye napirendre kerül. Itt láttuk a dokumentum részletben, hogy volt lelkész, aki azt írta, hogy akár a kongrua árán is lemondanak erről. A beszélgetésből kiderül, hogy Koncz Sándor ezzel nem értett egyet, tehát azt mondta, hogy ne vonják meg az államsegélyt. Viszont jellemző a szerkesztés módjára és a hihetetlen memóriájára, hogy az egész beszélgetést, amely lezajlott ott az Esperessel, és még ott volt egy megyei éhező előadó is, ez gyakorlatilag fejből írta le utólag rekonstruálva, különféle vázlatpontok alapján, terjedelmesen legalább 4-5 oldalban. Nagyon tanulságos olvasmány, mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Tisztelt hallgatóság, kedves hölgyeim és uraim! Azt gondolom, hogy a 100 évesek azok sokan vannak. Jelentős pataki tanárgenerációkat köszöntünk már legalább 10 év óta, és ha elsétálunk itt a kollégium udvarán, megnézzük a teológia jeles tanári karának tagjait, akkor láthatjuk, hogy nem véletlenül, hiszen a 20. századi aranykor meghatározó tanárgenerációjának tagjai éppen most és tavaly és tavaly előtt és talán még néhány évig ünneplik a 100. születési fordulójukat. Én azt gondolom, hogy ezek a személyek fémjeleztek egy periódust, amelyet megtört egy történelmi eseménysorozat, éppen ezért jó, ha újraolvassuk őket, és megszívleljük azt, amit tudtak és már megírtak. Köszönöm szépen a figyelmet!